Hello, hello! Szia! Sok szeretettel köszöntelek, bármikor is nézed ezt a videót, csodás napot, reggel, estét. Én, Denkler Miklós vagyok, minden nap elhozom neked a legfrissebb kriptohíreket, technikai elemzéseket, altcoin, NFT, DeFi, újdonságokat, hogy ezzel edukáljak az internet óta a legesleg innovatívabb iparágról, ami nem más, mint a kriptovaluták, és tudjuk, hogy ez nem csak egy technológiai csoda, hanem a pénz evolúciójának a következő szintje, annak ellenére, hogy hivatalosan árupiacnak, árupiaci eszköznek van besorolva. Na, mielőtt belevágunk, el kell mondjam, hogy ami itt elhangzik a videóban és az egyéb csatornáinkon, ez nem tekinthető sem pénzügyi, sem befektetési tanácsnak. Itt minden kifejezetten edukálási célt szolgál, meg az, hogy egy jót szórakozzunk, és hogy alapot ad ahhoz, hogy meg tud tenni a saját kutatásodat, különböző, akár a hosszú távú felhalmozási stratégiát választod, akár rövid távon kereskedsz, akár farmolsz, stékelsz, vagy éppen új induló projektekbe teszel pénzt. Az itt megtanult infok hozzá segítenek ahhoz, hogy hogyan tud megtenni saját kutatásod, és remélhetőleg egy jó döntést tudsz hozni, és ezért a döntésért vállalod is a felelősséget, mert akkor fogsz igazán pénzt csinálni a kriptóba, hogyha te vállalod a felelősséget. De ez nem csak a kriptóban van, az élet minden területén, aki felelősséget vállal, ő sikeres lesz, aki másra mutogat, meg másra hibás az ő sikertelenségét, azok elbuknak, ez egy egyszerű kis tanítás a sikerről. Oké, na, vágjunk bele, kérnék egy kövér lájkot, közben itt elfelejtettem átírni a nevemet, mert előbb ugye az angol csatornán voltunk, úgyhogy gyorsan átírom, CryptoMinds. Addig is kérnék egy kövér lájkot, kövér lájk azt jelenti, hogy sok-sok szeretettel nyomod meg a like gombot, és iratkozz fel a csatornára, még nem tetted meg, és feltétlenül a harangócskát nyom meg, ott az összeset válasz ki, mert akkor mindig kapsz értesítést, amikor ugye föl teszünk videót. Na, vágjunk bele, nézzük a kedvenc buborékos csártunkat, hogy mit mutat, vegyes képet mutat, látjuk, hogy van, ami mínuszban, van, ami pluszban, Bitcoin nagyjából senki földjén, éppen mínusz nullában van, továbbiakban is 41.500, 42.500 között mocorog, és idegeli ki a legtöbb kereskedőt, míg az Ethereum ugye 3.100-ig ment le, és ő sem mutat jó képet, Binance Coin ma éppen szépen ment, és látjuk, hogy pár coin, főleg akik nagyot mentek, BitTorrent, Curve, ők korrigálnak, ada is korrigál továbbiakban is, aki viszont szépen megy, Flow, Theta, T-Fuel, FTX tőzsdének FTT tokenje, Loopring, Clay, Omi, Luna, úgyhogy de nagy-nagy mozgást nem látunk, időnként egy-egy altcoin megindul, ugye STX is talán jól ment az elmúlt napokban, illetve az elmúlt egy hónap is 6%-os pluszban van, de éppen most korrigál. Oké, nézzük, mit mutat a kedvenc indikátorunk, a kriptofélelem és kamzsiság index. Ez azt mutatja, hogy 24-en vagyunk, és semmi nem változott tegnapos képest, ugyanott vagyunk, mint tegnap, és hogyha itt ránézünk az elmúlt egy hónapra, akkor látjuk, hogy teljesen kilaposodott már, extrém félelemben vagyunk, semmi nem változik, már nagyobb félelemben sem megyünk, meg fellélegzés sem jön. Ugye január 8-án ment le az index 10-ig, és hogy tudjuk, hogy ez ilyen alacsony szinten csak a nyári pánikban és a nyári esésben volt, akkor 4-5 alkalommal mentünk le a 10-es szintre. Majd ugye visszatért a félelmet, felváltotta a mohosát, kapzsiság a piacon, ugye augusztustól fogva. Ez ugye azt, azért nézzük ezt a félelem és kapzsiság indexet, mert ugye, mint mindent az életben, ugyanúgy a kriptóban is a kereskedést, és itt kifejezetten ugye a félelem és a kapzsiság vezérli. És a legnehezebb dolog az, hogy megtanuljanak a kereskedők, vagy emberek, teljesen mindegy, szóval megtanuljanak profitot realizálni. Szóval, hogyha valami megy föl, és fölment itt mondjuk, látjuk, hogy ekkora rallit csinált, akkor realizáljunk profitot, ne azt higgyük, hogy még az égig megy, meg ne adjuk itt a vesénket, hogy még több pénzt tudjunk beletenni az adott eszközbe, hanem igenis realizáljunk profitot, ugye, hogyha valamilyen charting és technikai elemzés alapján csinálod, akkor ugye mindenképpen fogsz, mert ugye a szabályrendszered előírja, ha pedig ugye nem, akkor értelemszerűen
realizálj profitot. Lehet, hogy csak 10%, lehet, hogy csak 20%, lehet 30%, lehet, hogy csak 5%, realizálj profitot. Ugye most még lefelé trendben vagyunk, de majd visszajövünk a chartra. Amit még itt el akarok mondani, hogy ugye amikor nagyon nagy a félelem, akkor a befektetők ugye olcsóban válnak meg az eszközöktől, kvázi menekülnek. Ez ugye általában sokkal bevásárlás lehet, mert leárazás van, mint amikor ugye csúcsokon van valami. Warren Buffettnek az a mondása, hogy félj akkor, amikor más kapzsi, és légy kapzsi, amikor más fél. Na már most, hát most más fél, akkor kérdés az, hogy legyünk-e kapzsik. Hát szerintem időnként már lehetünk. Na nézzük, mit mondanak a hírek. A bitcoin sokkal erősebben fog feltámadni, amint ugye a részvénypiacon látunk egy 10-20%-os visszaesést, ezt mondja a Bloomberg elemzője Mike McLone, ugye a Bloomberg az egyik legnagyobb ilyen pénzügyi portál, ami ugye elemzéseket ad ki. Viszont ugye, hogyha a részvénypiac 10-20%-a beesne, akkor ugye azt mondanom se kell, hogy a kriptopiac is beesne elég rendesen, szóval látnánk azért itt elég lefele szinteket. Ugye itt arról beszél, hogy ugye a kockázatos eszközök igazából azok harcolnak a jegybank politikájával, ugye a pénznyomtatás ellen kínálnak egy bizonyos hozamot, meg az infláció feletti, bőven feletti hozamot, és ugye ezenből is a kriptó a legkockázatosabb eszközosztály, és ugye ennek a kulcs eleme a bitcoin, ami viszont a kriptok között a legkevésbé kockázatosabb. Itt ugye azt fejtegeti még, hogy az ő előrejelzése az, hogy a piac még vissza fog egyet esni, még vissza fog húzni, akár a részvényeknél egy 10-20%-os korrekciót láthatunk, és egyszer csak a bitcoin szépen a legjobban fog ebből az egészből kijönni, szóval szépen megindul. Ugye itt szó van egy picit erről az M2-es pénzkínálatról, ugye ez a töménytelen pénzmennyiség, amit nyomtattak, hogy M2-es pénzkínálat nagyon nagyra duzzadt, ezt akarja most az amerikai jegybank, ugye ebből a taperinggel, szigorítással, kis kamatemeléssel, lejáró kötvények lejáratatásával, stb. A mérlegében lévő sok-sok pénzt lecsökkenteni, és ugye ez a különböző eszközökre, így a bitcoinra is ugye negatív hatással van, átmenetileg mindenképp. Oké. Egyébként ugye sokan mondják, hogy hiába akarja a Fed ezt, különböző gazdasági dolgok miatt, amit megszoktunk az elmúlt években, amiatt nem nagyon fogják. Jó, az elemzők arra figyelmeztetnek a következő hírben, hogy 38 ezer dollár is lemehet a bitcoin, és kvázi onnan szépen kitörhet, beszéltek ugye a félelemindexről, amit mi is néztünk. Itt a chart, látjuk, hogy lefelé trendben vagyunk, 40 ezer dolláros szint szignifikáns, mert ott volt az első megálló augusztusban, odaestünk vissza szeptemberbe, úgyhogy és most is ott nyalogatjuk. Ugye itt historikusan a január gyenge hónapnak számít, az első hét az jó szokott lenni, mert most idén az is rosszul alakult, negatívban, viszont látjuk, hogy az elmúlt években mikor, hogy alakult a január, láttunk mínusz 27, mínusz 29%-os januárt, de láttunk 30%-os januárt, és a múlt évben is, amikor ilyen nagy rally volt, csak 12%-os pluszban volt a január, úgyhogy január már így is úgy is elment a lecsóba, mondhatnánk. Oké. Ugye beszélnek a likvidálásról, ugye a tőkeátviteles pozíciókról, és ugye 38 ezer dollárig mehetünk le szerintük. Ugye itt ebben a zónában, ahol ez a szürke van, itt várnak egy visszapattanást, és ugye ez egyébként pont itt a 37.700, az egy Fibonacci szint is lenne, és általában itt a Fibonacci szintek, mint ugye geometria alakzatok és kereszteződéseken alapul, az esetek nagy többségében vissza szoktak tesztelődni. Oké, igen, hát azt mondja ez az elemző Decent Trader, hogy itt még 44 ezer alatt szépen hullámoznunk kell, oldalaznunk kell, és potenciálisan megnézhetjük a 38 ezer dollárt, mielőtt kitörünk fölfelé. Oké, nézzük a következő hírt. Ezt a hírt nem igazán értem, kicsit értelmetlen nekem. Az EU-ban az értékpapír felügyeleti szervek
azt mondják, hogy a Proof of Work kripto bányászatot tiltani kell. Nem igazából indokolják, hogy miért, hogy most ez energia pazarló vagy környezetszennyező lenne, ami viszont fontos, hogy például a Bitcoin az Proof of Work-re működik, úgyhogy, és ugye számtalan EU-s országban, EU gazdaságban azért elég komoly iparágok is épültek rá, úgyhogy kicsit értetlenül állok ezelőtt, itt szerintem van valami okos politikus, aki azt se tudja mi ez, meg hogy semmi információ nincs, csak hogy hallott róla, hogy a Bitcoin sok energiát fogyaszt, és hogy tiltsuk be. Hát ez a legegyszerűbb módja. Hát ettől ugye Bitcoinnak nem is semmi baja. Kína például betiltotta, és ugye korábban a bányászatnak a nagy része, tényleg nagy része Kínában volt, de más országban tártkarokkal fogadják őket. Ugye Oroszországtól kezdve Spanyolország, Európa, Ázsia más részén, és Amerika főleg nagyon-nagyon. És ugye ne felejtsük el, hogy lesz egy hírünk, ugye itt a Fidelity beszélt arról, hogy jönni fognak az országok a kriptoba, és azok az országok, akik előbb érkeznek be a Bitcoinba, előbb vesznek Bitcoint, ők sokkal jobban fognak járni, és nagy versenyelőnyre tesznek szert más országokkal szemben. És kvázi rá lesznek kényszerülve, hogy vegyenek Bitcoint, mint egy, hogy bebiztosítsák a jövőjüket. Úgyhogy erről a Fidelity beszél, Fidelity nem más, mint a világ egyik legnagyobb befektetési tanácsadó és befektetési bankár cége. És ugye ez arról szól, hogy országok Bitcoint vesznek, de értelemszerűen országok nagy valószínűséggel Bitcoint kezdenek bányászni. Rengeteg hírünk van, hogy a Bitcoin bányász cégek mennek tőzsdére, IPO-znak, nagy befektetők jönnek, és azt gondolom, hogy egy ország a gazdasági stabilitását egyébként a Bitcoin bányászattal nagy mértékben elő tudja mozdítani. Úgyhogy az Európai Uniós politikus, nem igazából értem, de nem is szentelnék neki túl sok figyelmet. Ugye az energiádat ne add olyanra, amit nem akarsz, hogy növekedjen. És a politikusokkal egyébként is érdemes az energiát másra fordítani. Na, szuper! Következő hír. Na hát, vagy visszapattanunk, vagy jön a halál. Na hát, ez egy jó fenyegető hír. És hogy miért a Bitcoin kapituláció, ugye, amikor kvázi mindenki kiszáll, és mindenki elrohan, ez még miért van előttünk. Ugye beszél a 42 ezer dollárról, beszél ugye erről a szintekről, ugye a csárton megnézi az előző időszakokat, akár a nagyobb medvepiacokat is, hogy volt már esés, és utána volt egy kapitulálás. Ugye mi volt a 2020 márciusban, az RSI ugye mikor volt nagyon túladott, és mikor ment le azon szintekre, az első teszt után mikor tört le, amikor ténylegesen elhagyta mindenki a fedélzetet, és csak olyanok maradtak, akik tényleg eszük ágába sincs eladni, és megjöttek azok viszont, akik meg komolyan akarnak vásárolni. Ugye ez az RSI, hogyha itt bemegy 42 alá, erre akkor számíthatunk, úgyhogy ez így benne van a pakliban. Igaz, hogy ugye más a piac, és erről pont a tegnap volt, hogy mások a ciklusok elhúzódtak, magasabbra mennek és hosszabbak, ugye ebben a ciklusokban viszont vannak visszaesések, most nem is két éves kriptó télnek hívnám, mert olyan nagy visszaesés, akkor is vannak visszahúzások, de látjuk, hogy ugye az emelkedést értelemszerűen korrekció tarkítja. Nézzük a következő hírt. Mert ez a hír arról fog szólni, hogy a Bitcoint nehezen manipulálni, mint az aranyat, és ezt nem más mondja, mint Plan B. Ugye maga beszél arról, hogy az aranyat az leginkább ilyen papír arany, ugye egy virtuális formában kereskedik, fizikai aranyban nem igazán. És ezzel sokkal inkább hátrányban van az arany, mert nem egy valós eszköz kereskednek, mert ugye a valós eszköznek van egy szállítási és tárolási mizériája, mert ugye most, hogyha valaki befektet millió dollárokat aranyba, akkor ilyen raklapokon szállítják, értelemszerűen nem a többi
a többi áruval együtt, mert értemszerűen ellopnák az egészet, jelentős őrzési költsége van. Ezért van az, hogy például bizonyos országok tárolják valahol az aranyukat, és még oda sem hozzák. Szóval, ha valami háború lenne, vagy valami olyan dolog lenne, akkor nem férjenek hozzá az aranyukhoz, mert lehet, hogy nem idehaza, vagy hát a honos országban tárolják. És ugye maga az, hogy ugye az aranyat is mindenféle ilyen papír, arany, ugye mondva csinált indexekben kereskedik, ezzel ugye sokkal inkább manipulálhatóvá válik, és ugye 1971-ben ugye volt, amikor a Nixon elnök azt mondta, hogy akkor dollár mögött már nincs arany, és ugye már nem tartottak aranyat sem. Úgyhogy azt mondja, hogy a bitcoin sokkal nehezebb manipulálni, mint az aranyat, mert ugye a leszállíthatóság, hogy valaki megkapja a bitcoint, az teljesen nyilvánul, mert átküldik neki a blockchain-en, és ott van. Ez egy izgalmas hír. Ez ugye most nem annyira nekünk való, vagy szól ez a hír, ez inkább a nagy befektetőknek, akik egyébként egyre többen mennek át aranyból bitcoinba, ezt ugye tudjuk a Goldman Sachs-tól, a másik legnagyobb befektetési banktól, úgyhogy ez történik. Volt egy hír, amit korábban nem láttam, ez most ki fogja verni pároknál a biztosítékot. MicroStrategy elnöke, ugye Michael Saylor, a bitcoint 6 millió dolláros árra várja, erre számít, és ugye fejtegeti, hogy látni fogunk 600 ezer dolláros bitcoint, majd valójában 6 millió dolláros bitcoint is fogunk látni, és ugye ezt egy befektetői napon prezentálta, és ugye azt mondja, hogy ők a bitcoint az hosszú távra veszik, és ugye maga az adósság és a tőke tranzakciók ellen ezzel védik magukat. Megállíthatatlan a bitcoin, egy 100 billió dolláros eszközosztályt lát ő, hogy a bitcoin oda fog eljutni. Ugye ez egyébként a mostani szintől több mint százszoros emelkedés lenne még a mostani szintől, igen. És ugye azt mondja, hogy ugye volt egy időszak, amikor az arany volt a legnépszerűbb értéktartó eszköz, viszont átveszi a bitcoin a helyét, úgyhogy érdemes ezeket a dolgokat így azért eltenni a tudat alattunkban, mert ezek szerintem be fognak következni. Persze most mosolunk rajta, hogy akkor hogyan lenne, amikor 41 ezer dollárnál itt küzd jelenleg. Oké, Fidelity-ről már beszéltünk, hogy ugye az országok bitcoint fognak venni, és aki vesz, az versenyelőre tesz szert. Na nézzük a mai nap egyik fő hírét, ami arról szól, hogy a Microsoft, ugye a világ második legnagyobb piaci kapitalizációjú cége, masszívan megindul a Metaverse világba, és megvásárolja az Activision nevű céget 69 milliárd dollárért. Ez nem apró pénz, ugye az Activision Blizzard az egy cég, egy játék cég, aminek ugye vannak különböző játékai, és megvásárolja cakumpak a Microsoft, és ezen keresztül akarnak jönni a Metaverse-be, és ugye azzal, hogy a Microsoft megvette őket, valójában a harmadik legnagyobb játék cégé vált, még ugye vannak mások, a Riot Games, és ugye a PlayStation fejlesztője, például a Sony. Oké, ugye egy új időszakot nyitnak ugye a játékban, ahol ugye maga az alkotókat előbbre helyezik, biztonságos játékok hozzáférhetőség, inkluzivitás, és ugye a játék a legdinamikusabb és legizgalmasabb kategória a szórakoztatási platformok közül manapság, és ugye kult szerepet fog játszani a Metaverse platformok fejlődése a jövőben, úgyhogy hát minden Metaverse lesz, ugye erről már sokat beszéltem, van sok Metaverse-ös videó, pörgess vissza és nézd meg őket, úgyhogy itt volt Nintendo, ugye az is ide tartozik, és ha már itt van, ne felejtsük el, hogy a Facebooknak a neve, az új neve is Meta, azaz Metaverse, és az egész Facebook, mint social media, 2,5 milliárd felhasználójával ők is egy Metaverse lesznek, meg egyben igazából egy kriptobankáns válnak, hogyha elindulnak azok a fejlesztések, amin dolgoznak.
Oké, nézzük a következő hírt. Cardano ADA, egy újabb hír, ugye több hír volt, például a tegnapi videóban is volt ADA hír. Egyrészt ugye, hogy elindult a Sunday Swap, elindul a héten, valószínű, hogy keresett lesz az ADA, és lehet farmolni, és Franco Sunday Swap tokeneket gyűjtögetni. Nagy valószínűséggel elindul az Astro Swap is. Ugye az Astro Swapot azt stékeltük elég sokáig, és nézzük meg az Astro Swapot. Astro Swap múltkor egész szépen ment, most éppen plusz-minusz nullában van. Az elmúlt 30 napban viszont megindult szépen, ment egy duplázás, úgyhogy ugye a stékelésért, hogyha visszaforgattál folyamatosan, akkor dupla rewardot fogsz kapni. Ugye ezt annak idén megmutattam többször, most már annyira viszont nem érdemes stékelni, akkor volt érdemes stékelni. És ugye volt egy másik hírünk a Cardano kapcsán, hogy elindult a Pavia, ugye a Cardano lévő Metaverse, és ugye ez is hozzátett ahhoz, hogy az adát egy picit megraliztatták tegnap, ma éppen korrigál, és a mai hírben viszont az van, hogy egy új projektet indítanak, ami valójában a decentralizált applikációk fejlesztését fogja elősegíteni, ezt az Emulgóval partnerségben csinálják, és igazából azt akarják, hogy legyen egy ilyen vibráló, nagyon aktív ökoszisztéma, ahol ugye a harmadik felek és külsősök tudnak jönni, és nagyon könnyen tudnak különböző smart contract fejlesztéseket és decentralizált applikációkat fejleszteni, úgyhogy Cardano azt akarja, hogy minél többen fejlesztenek rajta, de ugye mindenki, az összes layer egy megoldás ezt akarja. Na van egy izgalmas hírünk, ez az Animoca Brand értékeltsége több mint megduplázódott az elmúlt 3 hónapban, és 5,5 milliárd dollárra ment ki ez az Animoca Brands. Animoca Brands egy ázsiai cég, ha jól emlékszem, van szingapúri vagy hongkongiak, akik igazából befektetők NFT projektekbe, metaverse projektekbe, online játékokban, és egyébként ugye a kriptóban fektetgetnek már egy ideje, de az utóbbi időben ezekben, amiket előbb elmondtam, és most egy 360 millió dolláros tőkebevonásuk volt, ugye ezt gondolom további befektetésekre fogják használni, és ennél a tőkebevonásnál ilyenkor mindig van egy értékeltsége a cégnek, hogy a befektetők milyen értékeltségen érkeznek be. Ugye legutoljára októberben 2,2 milliárd dollár volt az értékeltségük, most meg 5,5 milliárd dollár, szóval megduplázódtak itt 3 hónap alatt, és egyébként benne van, beleszállt a Soros, a György alapja és a Soros Fund Management is beleszállt. Winklevoss fivérek, ugye Winklevoss fivérek, ki a Gemini tőzsde, ők a legkorábbi kriptó befektetők, egyébként ők rendelték meg annak idén a Facebookot, csak már Zuckerberg lenyúlta tőlük, és itt még ugye mások is befektetnek az Animoca Brands-be, és az Animoca Brands ugye megfektet rengeteg NFT projektbe, játékokba, X-Infinity-be, NBA Top Shop-ba, OpenSea-be, és ugye ezekbe mind-mind befektettek, úgyhogy nagyon-nagyon érdemes követni, hogy mit csinálnak, és azokban a projektekbe menni. Persze, ugye nem mindegyik ilyen projekthez van hozzáférés, főleg ugye az elején. Na nézzük, a következő nagy hír az, hogy a Coinbase partnerkedik a Mastercard-dal azért, hogy NFT piactéren lehessen vásárolni. Ez mindenképpen egy nagy hír, mert valójában úgy lehet majd akkor NFT-t venni, hogy nem Ethereum-ot vagy egyéb kriptot kell használni, hanem jön az emberke, és simán bankkártyával megveszi az NFT-t, és ugye ez mindenképpen egy nagy hír, úgyhogy azt gondolom, hogy ez az egész kriptó, meg hogy most medvepiac van, vagy milyen piac van, igazából a piac más. A Bitcoin, meg ugye a hagyományos kriptoeszközök most kevésbé érdekesek, ami őket hajtotta, az most annyira nincs jelen a piacon, viszont az, hogy az NFT-k, az online játékok, a metaverse-ök, a DeFi újra, hogy az emberek ugye DeFi-ban stékeléssel, farmolással pénzt csinálnak, ezek mind-mind mennek, és ugye itt a Coinbase NFT-re októberben 1 millió ember iratkozott föl, szó kapásból ott van 1 millió ember várólistán, de ne felejtsük el az FTX, Binance-nak is, Binance tőzsdének is vannak NFT platformjai, és mindenki jön NFT platformokkal
szépen elő. Úgyhogy szuper. Menjünk tovább a következő hírre. Úgyhogy ez is NFT, Gucci. Érdemes megnézni a Gucci filmet, nem vagyok egy nagy moziban járó, de ezt éppen valahogy megnéztem. Nagyon, nagyon frankó ez a Gucci film, érdemes azért megnézni, hogy a siker hogyan is adatik meg, meg valójában ki okozza azt, hogy megérkezzen a siker. Viszont a Gucci most elindít, mint ugye a legutolsó divatház, egy Metaverse játékot, szóval megérkezett a Gucci a Metaverse és az NFT területére, és ugye itt fogják a Super Gucci NFT-t, így hívják ezt, itt van a kis videó, nézd meg. Most elvisz minket a Twitterre, valószínűleg, de nem baj. Megnézzük akkor ezt a kis videót. Super Plastic. Hát a videó nem olyan nagy szám, de valószínűleg az NFT-ket vinni fogják, mint a cukrot. Ugye múltkor a Gap jött, jön a Louis Vuitton, Dolce Gabbana, Dior, jön az Adidas, itt van már Nike, ugye már vettek földet, és sokan mások, mindenki. Oké. Na, a következő ír a Metaplex Foundation. A Foundation mit jelent az alapítvány? Ugye Metaplex alapítvány lezár egy 46 millió dolláros kört, hogy 46 millió dollárt szedtek össze a befektetőktől. Aki jött, ugye Alameda Research, Solana Ventures és Animoca Brands, ugye, akiről beszéltünk előbb, és a Multicoin Capital, és ezek mind neves kriptobefektető cégek. Ugye Michael Jordan, Kevin Love, mint celebek is itt vannak a projektben, és ugye egy NFT piacteret indít a Metaplex, és ugye ebben jöttek most a befektetők, úgyhogy gratulálunk. Amit elvileg tudnak, hogy csökkentik a mintelési költséget és a kereskedési költséget, és sokkal inkább hozzáférhetővé válnak az NFT-k, mint ugye a művészek, és mind ugye azok, akik megveszik a művészek alkotásait. És mint ugye mondtam, hogy mi is dolgozunk egy nagyon frankó kis NFT projekten, ami hamarosan fölfedi magát, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hosszú távú tervet raktunk össze, és nagyon egymásra tettük azt, hogy milyen előnyöket fognak élvezni azok, akik rendelkeznek a legelső úgynevezett Genesis NFT-kkel, de majd ezekről jönnek az infok. Na nézzük, ugye az OpenSea jelenleg a legnagyobb NFT platform, és ugye a havi kereskedési volumene elérte a 3,5 milliárd dollárt, és ugye ez egy új csúcsot állított be. Az előző csúcs az ugye augusztusban volt, ezt csak azért akartam felhozni, hogy ugye ez már lehet egy korábbi hír, hogy tényleg óriási összegben kereskednek NFT-kkel, ezt meg is szok nézni egy külön oldalon, ezt már mindjárt talán még földobom. Oké, megjött a remény, hogy az XRP coint ugye listázza a Coinbase és a Robinhood, és ugye a Binance elindítja a XRP, ugye becsomagolt XRP integrációját, úgyhogy ez mindenképpen ugye egy cross-chain funkcionalitást hoz magával ez a wrappolt XRP, ugye lehet Ethereum-on, Binance Smart Chain-en, meg ugye lehet vinni DeFi-ra, lehet farmolni, meg vele, meg mindenféle egyéb dolgot csinálni, kölcsönt fölvenni rá, és ugye a jelenleg az SEC vizsgálat miatt ugye nagyon sok tőzsde nem levette a listát, levette és nem elérhető az XRP, viszont úgy néz ki, hogy a Coinbase és a Robinhood listázni fogja, mert egyébként hogy az SEC valamit nyilatkozatot kiadott, hogy amíg a vizsgálat nem zárul le, addig ezeket bátran lehet listázni. Oké, nézzük a következő hírt. Ez arról szól, hogy ugye ez az kicsit ellentmondásos kriptotőzsde, a BitMEX megvásárol egy 268 éves német privát bankot. Szóval a gyerekek egy nagyon tradicionális magánbank, ami gondolom a gazdag ügyfelek pénzét kezeli, ezt megvette egy kriptocég,
és amit akarnak, hogy ugye a kriptó szolgáltatásokat a hagyományos banki rendszereken és engedélyeken belül szeretnék biztosítani, és ugye szabályzott környezetekben szeretnék a kriptotermékeket így Európába kiármoltatni ezen bankból. Ez egy tök jó lépés, igazából tudom üdvözölni. Következő hírünk, ugye Kevin O'Leary-ről mostanában szó van, ugye Mr. Wonder, valami Mr. Wondernek, Mr. Csodának is hívják, ugye egy nagy show-t vezet, ami ugye főleg pénzügyi befektetésekről beszélgetnek, és ugye nagyon-nagyon bullish a kriptoba, és most kriptobányászatba is fektet, illetve megvett egy kanadai kriptotőzsdét is, úgyhogy jön, és ugye ő azért kapcsolatban van más nagy befektetőkkel, és azt mondja, hogy jönni fognak az arab nagy-nagy pénzkezelő multimilliárd dolláros alapok is kriptóba. Oké, következő hírünk arról szól, hogy az FTX tőzsde, hogy ezt tudjuk, egy Sam Bankman-Fried ez a tőzsde, és a 2 milliárd dolláros alapot indítanak, hogy kripto startupokba fektessenek, és ezzel ugye a legnagyobb ilyen ipari szereplő lesz, aki ugye kripto startupokba fektetnek pénzt. Itt van Sam Bankman-Fried, ugye ő az alapítója, most nem mondom el a sztoriát, meg párszor elmondtam, ő egyébként ott van a Solanában is, meg nagyon sok egyéb projektben, úgyhogy ez mindenképpen egy jó hír, mert ez a pénz nagyon sok új fejlesztést fog elindítani. Oké, nézzük meg, hogy mi történik a Twitteren. Na hát van egy nagy hír, hogy a Google megérkezik a kriptoban, és ugye bitcoin és kriptotárolást fog létrehozni, és ugye itt nagy valószínűséggel a Bitwise meg a Coinbase fogja bevonni, úgyhogy Google úgy néz ki, hogy kezd megérkezni a kriptoban. Jó, amik itt még vannak, egy-két ilyen izgalmas dolog. Tudjuk, hogy Törökországban nagyon esett a török líra, mindenki kezd kriptozni, sokáig az elnök ellene volt a kriptonak, most viszont holnap lesz egy találkozója az El Salvador elnökével, Nayib Bukelével, és ugye meg fogják vitatni, hogy a török szabályzás, ami készül, és azon, hogy Nayib Bukele egész jól meg fogja győzni, hogy igenis adjanak a kriptónak teret, mert ezzel tudnak a legjobbat tenni az országoknak. Na hát az úriember nem más, mint Charlie Munger, aki a Warren Buffett társa, úgynevezett ilyen öregfiú befektetők, ők ugye minden ilyen úgynevezett brick and mortar, az amilyen ilyen hagyományos bizniszbe fektetnek, gyárakba, üzemekbe, szénerőműbe, Coca-Colába, meg mindenféle olyan dologba, ami nem biztos, hogy annyira jövőbe mutató, és éppen annyira hasznos, vagy annyira egészséges, de szeretnek belőle sok pénzt csinálni, és éppen csinálnak is. És ugye a Bitcoin azt mondta 2013-ban, hogy ez egy patkányméreg, és hogy ez egy csalás, ez egy patkányméreg. Hát érdekes, hogy azóta a Bitcoin 36.900%-kal növekedett, ami ugye röpke 370 szerezés, és ugye a többi befektetés bármiben vannak ezek az idős urak, nem hozott még a közelében sem semmit. Itt van egy ilyen kis biztató poszt az Zero Hedge-től, hát ugye, hogy sokan vagyunk valószínűleg víz alatt, ugye mármint veszteséggel a pozíciónkba, viszont ez minden egyes ciklusban megtörténik, és ezen végig kell verekedni magunkat. Valójában ezáltal leszünk igazi befektető kereskedők, hogy ugye végig megyünk és itt kitartunk. Ő tudja, mert már volt benne, és azt mondja, hogy csak ne add fel. Oké. Volt délelőtt egy chart, ami arról szólt, hogy ugye a korán jött longolókat, amik ugye itt jöttek 42.600-nál, mert ugye itt 43.600 körül, a korán jött longolókat, most ugye a shortolók, a későn jött shortolók szépen kirázzák, hát ugye ez történik jelenleg. Tegnapról tegnap beszéltünk. Oké, a leírásban megtalálod a korion.io linkjét, itt feltétlenül gyere, mert tartunk minden egyes hónapban grátis webinárt, és ezeken a grátis webinárkon akkor tudsz részt venni, hogy fel vagy iratkozva, írass fel a barátaidat is, akit szeretnél behozni kriptóba. Itt e-mail címet nevezhetsz meg, és akkor Zoom linket, a hívás linkjét, a webinár linkjét
e-mailen fogod megkapni. Oké, mielőtt elmegyünk chartokat nézni, nézzünk rá, hogy mi a helyzet a CryptoMinds Hungary chatben, ugyanúgy megtalálod a linkjét a leírásba, és ugye látjuk, hogy itt megosztunk különböző dolgokat, chartokat, és mindenféle egyéb infokat. Most itt szó volt arról, hogy ez az új Omikron vírus védettséget ad, stb. És ugye mindenféle egyéb témáról megy a diszkurzus. Mostanában a Wonderland, VMMO, Time, erről majd csinálok egy külön videót. Nagyon bizakodó vagyok azok a fejlesztésében és azokban a dolgokban, amik jönnek VMMO kapcsán. Úgyhogy aki eladta, szerintem várhatja, de mindenki azt csinál, amit akar. Rendszeresen ugye tartjuk a Daxio tájékoztatókat. Daxio nem más, mint egy online játék és szórakoztató platform, amiben jelenleg a legtöbb blockchain-es játék, mint Sandbox, Gala, Illuvium, Star Atlas elérhető, illetve jönnek ki a saját játékukkal is, illetve a saját tokenükkel. Van benne ugye egy üzleti rendszer, úgyhogy érdemes belenézni, ugye ez plusz bevételi forrást tud teremteni, meg egyrészt nagyon innovatív, és amivel jönnek ki, avval ideje korán benne lehetünk egy frankó dologban, miért még teljesen piacon vannak. Oké, gratis webinár, ugyanúgy itt van a pinelt üzenetekben, iratkozz fel, ugyanaz a link, és ugye itt pinelt üzeneteket itt tudod végig kattingatni. Itt van, hogy adakoztunk karácsonykor, adakozzatok most is, karácsonykor nem sikerült, mert nem. Ugye itt még lapozgatsz. Itt fogod találni a Stromblock Node-ról van egy poszt. Ugye a Stromblock az nem más, mint egy node szolgáltató, ahol lehet indítani Ethereum nódokat, Polygon nódokat, lehet sok mindent csinálni. Valójában a nódok indítása az egy nagyon frankó lehetőség itt. Egy node az 10 strong tokenből áll. Ez most jelenleg ilyen durván 6000 dollár körül lehet indítani egy nódot, és az a lényeg, hogy 110 naponként ez kitermeli saját magát. Szóval 110 naponként, amit beletettünk vissza, persze van árfolyam kockázat, mert hol fölmegy az Ethereummal szembe, vagy hol lemegy, többnyire egyébként úgy viszonylag jól teljesít, utóbbi napok zuhanásában is elég jól állt a sarat, és az a lényeg, hogy ugye például az első nódot visszaforgatjuk, az első kitermelést visszaforgatjuk, akkor meg két nód termel, és ugye sokkal hamarabb visszajön. És ugye mindenki olyan százalékban részesedik az adott nódból, ahány százalékkal ugye megérkezett, ugye Ethereummal lehet jönni, úgyhogy itt, ha ez érdekel, akkor Eva Mamacitától tudsz mindig infót kapni, a Daxio tájékoztatóra is tőle tudsz Zoom linket kapni, illetve a Strongra is tőle tudsz infót kapni. Eva Mamacita, ugye azt írod be, és akkor, amikor beírtad, hogy itt rábölgsz, és beírod, hogy mit szeretnél, és akkor ő meg fogja neked küldeni az adott infót. Ugye a Strongnál fontos az, hogy ugye, ha ránézünk, hogy itt az app.strongblock.node, itt lehet indítani a nódokat, látjuk, hogy 21 nód fut már a csoportnak, ebből 14 eredeti nód volt, még a 15-re már van pár jelentkező, már nem sok hiányzik szerintem, úgyhogy ha szeretnél jönni, akkor mindenképpen minél előbb írj el Eva Mamacitának, mert utána nem biztos, hogy fogunk új nódokat indítani, inkább lehet, hogy a meglévő csoport pénz cashflow-jára fogunk inkább fókuszálgatni, meglátjuk, de a 15-dik az még tuti elindul. Ugye jelenleg úgy néz ki, hogy ugye egyre rövidebb pár nap alatt összön, a kezelésnek van egy bizonyos költsége, vannak gázdíjak, szóval mindig picivel több strongot kell összehoznunk, mint 10 strong, és ugye itt látszik, hogy már a 7. csoportnak is vissza van forgatva, 5., 6., 7. csoportnak is megvoltak a visszaforgatásai, most lesz majd a 8. csoportnak, és ugye amikor mindegyik csoportnak visszaforgattuk, akkor viszont utána mindegyik csoport ki fogja venni a következő kört, aztán eldöntjük, hogy visszaforgatunk, kiveszünk, meglátjuk, és ugye az a jó, hogy mivel itt közösen csináljuk, a 10 strong, hogy vissza tudjunk forgatni, sokkal hamarabb összejön, mint ha valaki egymaga csinálja. Szóval tök jó, hogyha egymaga csinálod, de ha nem indítasz több strongot, akkor ugye 110 napot kell várod, itt meg ugye valójában még le se telt az első indításhoz képest a 110 nap, és már nem az első csoport, már a 7. csoport kapja a nódot, mert ugye ilyenkor mindig
éppen a soron következőt töltjük, és a kivétel is mindig a soron következő veszik ki, és az egész csapat összes módja ilyenkor mindig a soron következőnek dolgozik, úgyhogy ha érdekel a Stromblock, gyere, azon így egy frankó dolog. Persze vannak kockázatai, amit a Stromblockos videóban elmondok, azt itt meg is találod itt lenn. Oké. Következő metamaszkos figyelmeztetés, hogy a metamaszkon nagyon vigyázni, csak Ledger Nano-val használjátok, mert egyébként jó eséllyel el fogják lopni a pénzeteket. Igen, nézzük a hasznos linkeket. Ugye itt vannak a hasznos linkek, ami fontos, hogy a Binance-re például lehet regisztrálni 10% kedvezményt kaptok, KuCoin tőzsde, magyar pénzváltó oldal a CoinCash, Crypto.com tőzsde, ahol kártyát is lehet, Binance-en is lehet olyan bankkártyát rendelni, hogy a kripto tudjátok költeni bankkártyával, FTX tőzsde, Kraken, Ledger Nano rendelés, és ugye Inlock, ahol meg lehet 5-10%-ra meg lehet takarítani, le lehet kötni kriptoeszközöket, úgyhogy rengeteg hasznos link, nézzétek meg, és használjátok ezeket. Itt van ugye a CryptoMinds Telegram csatorna linkje, és itt van az EVA World, azaz az új Binance Matching és Projektek szignálja, amit, hogyha tovább kattingatok, akkor itt ugye találtok róla infót, hogy hogyan működik ez a bot, hogyan szűri, és ugye erre van egy külön, ugye itt a VIP-ben jönnek, nem ebben a VIP-ben, ebben a VIP-ben, ugye itt jönnek a különböző szignálok, itt vannak a különböző linkek, most nem mondom el, hogy ezek mik, erről készült egy videó, múlt héten azt nézd meg az EVA World-ről, és hogy ezeket a szignálokat, ha lekereskeded, akkor jó eséllyel lehet vele frankó profitot csinálni, már akkor is jön szignál, ha valamit listáznak, mondjuk a CoinGecko-n, CoinMarketCap-en látjuk itt ezt a két coint listázt, a CoinMarketCap, utána ugye általában megugrik a ezen coinoknak a hozzammal. Nézzük, hogy itt melyiket néztem, talán ezt a Zilla DAO-t néztük. Melyik a Zilla DAO? Azt szerintem ma jött ki. Sibrev. Igen, ez a Zilla DAO itt van, ma jött ki. Ugye itt vannak különböző instrukciók, hogy mennyi a vásárláskor, amit levonnak az eladáskor, mennyit vonnak le, mennyi gázam, de hogyha az EVA World-ot használtak, ezt mind automatikusan beállítja. Az a lényeg, ugye, hogy ezeket az induló projekteket az elején érdemes lekereskedni, ugye a csapat ott az EVA-ban külön ezt figyeli, elemezgetik még pluszban, és nem csak a robot adja ki a szignált, hanem utána a csapatot, 70 ember ezt úgy kiötli, hogy mi a legjobb stratégia, úgyhogy feltétlenül érdemes hozzájuk így csatlakozni. Ugye ezek 5 perces csártok, látjuk az első 5 percben volt egy visszaesés, utána oldalazott, ha alul megnézzük, akkor jött, megindult a volumen, itt is látjuk a volument, hogy most kis összegek jönnek, nagyok jönnek, emelkedik a volumen, elkezdett emelkedni a volumen. Aki belevet mondjuk, némihez 4800 környékén, az ugye, ha mondjuk akár amikor megduplázott 8000-nél, mondjuk eladta a felét, ugye akkor visszajött az a pénz, amit beletett, viszont ez az egész, most nem látom itt a csúcsot, hogy meddig ment, 35000, hát egy kilencszeresét ment ez kb. És ugye erre egyébként jönnek itt a van egy plusz, ahol ugye az alertek is jönnek, amikor elér egy bizonyos százalékot a növekedésben, akkor ugye jönnek alertek, hogy itt látjátok a különböző tokenek, hogy 2-4-szeres, hányszoros tért el, 3-szoros, 2-szeres, 22-szeres, 8-szoros, 16-szoros, úgyhogy ezekről még pluszban mindig jön a jelzés, hogy akkor könnyebben lehessen ezeket figyelni, úgyhogy folyamatosan jönnek ezek a szignálok. Ez azért jó, hogy akkor tudod, hogy itt érdemes eladni. Szóval, hogyha ez érdekel, akkor az EVA Help Chatben, aminek ugye megtalálod a videó alatt a leírását, feltétlenül gyere. A videóknál egyébként ugye a YouTube csatornákon, itt, ha ide jössz, akkor ugye itt megtalálsz minden videót, érdemes megnézni a Time Wonderland Airdrop videót, a Time Ball VMMO videót, az EVA World Profit AI videót, és ugye a Baccarat Stakinget, ami nem kripto projekt, de kriptoeszközzel tudunk beszállni, és valójában kártyajátékosoknak adunk a
alapot ugye azzal a sztékeléssel, amit ugye beteszünk az alapba, és nagyon frankon működik, hogy ezt is érdemes megnézni. Illetve ami még itt fontos, hogyha beírod a keresőbe például a Strong blokkot, itt vagy egy Strong, akkor ugye megtaláld a Strong blokk videót, ez volt az első Strong blokk videó, nézd meg. Ha külföldön élsz, akkor viszont a Helium videót is nézd meg, mert tudsz rendelni Helium hotspotot, amivel Helium coinokat tudsz keresni egy ilyen közös üzemeltetésbe, úgyhogy nézd meg, Magyarországra már nem szállítanak, de nézd meg ezt a videót, ha külföldön élsz. Oké, menjünk egy picit, nézegessünk csártokat. Nézzük meg, hogy mi zajlik a piacon. Hát a bitcoinnál sok minden nem változott. Mit láttuk ezen a csárton? Ugye van egy nagy lefele tartó trend és egy trend vonal. Ugye ez a trend vonal, és látjuk, hogy nyomja lefele az árat. Bitcoin szeretne átmenni ezen a trend vonalon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 napja próbálkozik vele, nem sikerült. Nem sikerült, és most is lefordult, és a trendvonal nyomja le az árat, egyre lejjebb jövünk az árban. Lefelé ugye eddig 40 ezer dollár volt itt a kritikus szint, egyre közelebb kerülünk hozzá, utána ugye 38 ezer jön, erről beszéltek az elemzők is, de ugye itt a korábbi érintési pontok is a 38 ezeret adják ki. Ha ezt a lefelé tartó trendvonalat törnénk, és visszatesztük, fölötte zárunk, akkor az már jó jel lenne, akkor ugye ez a 43.500-44 ezer dolláros zóna, a következő megálló, illetve 46 ezres és 46.000-46.500 nagyon-nagyon kemény ellenállás lesz. Szóval a Bitcoinnál még továbbiakban is lefelé trend van, ami aggasztó, hogy ezek a short pozíciók még mindig növekednek, szóval sokan még shortolást indítanak Bitcoinra, szóval a korai longosokat jöttek a késői shortosok, és még épülnek föl short pozíciók, ez biztos szerintem, hogy még nagy árfolyam csapkodást, volatilitást, kirázást, tőkátítás pozíció kiütődését fogja hozni, jelenleg még növekednek a short pozíciók. Persze a shortosokat is ki lehet rázni, ahhoz viszont nagyon komoly vételi erő kell, hogy érkezzen. Bitcoin dominancia továbbiakban is 40 körül van, ez okozza, hogy időnként az altcoinok viszont szépen mennek, nem mindegyik, pár altcoin tud szépen menni. Koti egyébként egész jól muzsikált, pár napja most éppen visszatesztel. Azt gondolom, hogy igen, itt a Double Hull ama is azt jelenti, hogy itt fordulhat, úgyhogy érdemes nézni, hogyha nem jövünk le ezen szintekre a 0.34 alá, hanem itt megfordulunk, akkor szépen emelkedhet tovább, és egy új trend, akkor valójában itt megfordult ez a lefele trend a Kotinál. Ethereum nem néz ki valami jól, ő is lefele trendben van, ez a trendvonal nyomja lefele. Itt volt egy horizontális ellenállás, nem mentünk át, lefele támasz, ugye ez a 3000 dolláros szint, illetve 2800 lesz az Ethereumnál. Phantom, ugye kedvencünk, hogyha Phantomot farmolsz, vagy van V-memód, akkor jó eséllyel a pénteki snapshot után fogsz kapni airdropot az André Clooney és a Daniel Sesta közös projektjéből. Attól csak van Phantomod, attól nem hiszem. Azt mondták, hogy valamire kell használni, például farmolni vele, ugye a Reaper farmon lehet farmolni 1000%-ot megközelítő API-jal, úgyhogy érdemes megnézni. Phantom lefele trendben volt, úgy néz ki, hogy tört, visszatesztelt, viszont nem indult meg fölfele, úgyhogy lehet, hogy innen még letörünk, és a további visszatesztek jönnek, hogy a Fibonacci szinteket fogja visszatesztelni. Többieknél nagyon nem változott semmi, ugyanúgy mínuszosok, ugyanúgy, hát a Lunát érdemes figyelni, Lunánál várom azt, hogy lejön a trendvonalig, Luna egész erősnek bizonyul most, lejön a trendvonalig, Matic ugyanúgy csorog le, lejött ugye 2 dollárig, itt van az 1,91-es szint a következő, ahova várom a Matic-et. Az adát akartam még megnézni, hogy az ada a nagy megindulás ellenére ugyanúgy csorog lefele. Ugye volt itt egy W alakzat, ami aztán hiába elért a nyakonat, nem indult meg, jelenleg lefele jövünk, nagy volt a volumen, úgyhogy hát eddig biztos, hogy lejövünk. Azt gondolom, hogy 1,315-ig szerintem lejövünk. Ha itt nem fordul meg, akkor ugye lejöhetünk akár is, és még visszajöhetünk ez az 1,2 dolláros szintre.
Viszont az ADA kárdánó fejlesztése kapcsán én most optimista vagyok, értelemszerűen jó lenne látni, hogy nem csak két-három projektről beszélünk, hogy megy a kárdán, hanem itt minden nap jönne 5-10 projektről hír, az lenne az igazi. Oké. Írjátok be a chatbe kérlek, hogy melyik altcoin a kedvenced, melyikre nézzünk rá. Ugye Wi-Fi mutatott jeleket, aztán igen, kitört, egy picit megindult, de jelenleg átment oldalazásba. Render hát eléggé durván néz ki, viszont ezeken az alsó szinteken felhalmozni szerintem. Franco. De valószínűleg a Render be fog jönni 2,62-ig. Ugye Moonbeam, GLMR a Moonbeamnek ugye a rövidítése, nagy lefeletrendben volt, most ebből kitörtünk, ugye lejöttünk a korábbi érintési pontokig, ami ott még január elején volt, hát meglátjuk, hogy ez itt lesz-e visszatesztés, mondjuk ez a 8,8-as megtartja, de ez minden esetre egy szép kitörés, viszont ugye a negatív piacra nem biztos, hogy ez most akkor a rallyt fog levágni. Oké, ennyi volt így mára. Kérlek, írd be akkor a kommentbe, hogy melyik altcoin a kedvenced, akkor arra azokra fogok ránézni. Pénteken tervezek, hogy live-ot fogunk csinálni, úgyhogy akkor mindenképpen gyere, mert élőben leszünk. Tervezek jönni a Wonderland VMMO Time kapcsán egy videóval, illetve hogy a partner videók a passzív bevételek kapcsán jönni fog. Nézd meg a Baccarátos videót, nézd meg az Evaföldös videót, úgyhogy nézd meg a Strongblockos videót, és ezek ugye mind-mind plusz bevételi forrásokat jelentek, szóval akkor is, ha esik a piac, akkor is, hogyha ez történik, amaz történik, ezek plusz cashflow-t hoznak, és ezeket azt mondom, érdemes tanulmányozni, ugyanúgy, mint a különböző stakingeket és farmolásokat, amik mindig plusz bevételt hoznak. Örülök, hogy itt voltál, nyomd meg a lájkot, hozd meg ezt a videót a barátaiddal, holnap találkozunk, csodás szép napot, további sikeres hetet, szia!